A barok definíciójában a tudományok területén a megtapasztalást emeli ki. A tudomány most már nem puszta megfigyelés és ennek eredményének a leírásából áll, hanem mérőeszközökkel, köztük az első között Galileo Galilei által 1624-ben megszerkeztett mikroszkóp és teleszkóp segítségével végzett kísérletezésből eredő ismeret. A barok mozgást is jelent. Az olasz ezuberánca szó jobban fejezi ki, amit a Google csak gazdagságnak fordít. Ez, és ez nem fejezi ki teljesen az értelmét, mert hozzá kell tenni a kicsorduló, túlzó értelmet is. Már Szíli beleszületett a barokba, és tipikusan átvette jellegzetességeit. Egy vulkánikus személyiség volt, a De Histoire de la Mer, Hisztoárfizik de, -fizik de la Mer és egy egyéb vulkanológiai műveiért megérdemeltén nevezték el róla. 1920-ban Európa eddig ismert legnagyobb, máig sem kialudt 30 km hosszú tenger alatti vulkánját, valamint a vízrajzi hajót 1916-ban. Ezt a mozgást láthatjuk Róma barok templomaiban, mint például a San Carlo alle Quattro Fontane, melyet Borromini tervezett és valósított meg, a kisméretű templomban minden mozgás sugal. Nem csak templomok, hanem magánpalotákba is betölt a barokk stílus. Így a San Carlo templomtól nem messze a Palazzo Colonna galleriájában, melynek boltívét Pietro da Cortona freskója foglalja el, a lepantói török elleni győztes csata emlékére, melyben döntő szerepe volt Mark Antonio kolonnának is a Szent Ligán belül. Ettől a csatától kezdve, melyet később sok helyen megörökítettek, megváltozott a törökök jelzője. A győzhetetlen törökből legyőzhető törökké változott. Márszilli minden tudományág, mint hallottuk, az, és technika történetében mérföldkő. <kül> mindezt megfelelő egyetemi tanulmányok folytatása nélkül, mert nem vett részt rendszeres oktatásba. Ami a botanikát illeti, 17 évesen volt, mikor apját követve egy kevés időt töltött a Padovai Egyetem 1545-ben alapított híres botanikus kertjében, illetve mikor visszatért szülővárosába, Bolonyába, matematikai ismereteket szerzett Gian Domenico Cassini-től, valamint Marcello Malpighi orvos professzorral folytatott elmélkedéseket. 1677-től kezdve gyűjtött a Bologna mell melletti hegyekben növényeket, állatokat, őslények maradványát. Egy szerelmi csalódást távolította el városától, és követte a matematika professzor Geminiano Montanárit Pádovába, majd részt vett egy velencei küldöttségben, mely kereskedelmi egyezményeket szándékolt kötni a szultánnal. 1679-ben Pietro Csivrán velencei nagykövet delegációjában Velencéből Konstantin Lápolyba hajózott. Itt Kusszein Emendi enciklopédikus tudóstól információkat kapott az abbeszín eredetű növényről és terápiában használatos tulajdonságairól. De magát a növényt nem láthatva, mert a törökök nagy titokban tartották termőhelyét mivel az egykori csupán a muzulmánoknak ramadán alatti ébrentartására használt serkentő italt, a török európai uralma alatt egyféle hadieszközé tette, stimuláló hatásának köszönhetően. Marsili így csak a pörkölt magokhoz jutott, illetve a későbbi török rabszolga, rabszolgasága alatt, mikor Ahmed Temesvári basa udvarába főzte a kávét, közelről megfigyelhette, a török kávéfogyasztási szokásokat. Mindennek köszönhetően szabadulása után 1685-ben Bécsben megjelentette művét Bevanda Asiatica, Historia Medica del Kávé, non caffè, kávé. Így a kávéfogyasztás európai elterjedésében is nagy szerepet játszott, ha nem is elsőként írt a kávéfogyasztásról, hiszen már Leo, Leonard Rauwolf, német orvos botanikus, Aki eljutott egészen Bagdadig, írt a kávéról. Raoul, mint tudjuk, 1596-ban belépett, mint katonaorvos a törökök ellen harcoló császári csapatokba, de hamarosan megbetegedett és meghalt vád 1597-ben. Marcikli könyvének fedőlapja világosan mutatja, hogy ő sem látta kávénővényét, kapott információkat, és az szerint a kávécserje cseresznye ágára emlékeztet. És valóban a fedőlapon egy cseresznyágra hasonlító ábra van, akkor menjünk vissza, ábra van, de viszont a kávémagok lent azok teljesen megfelelnek a valóságnak. Marsili Konstantinápolyi ismételt útjai során az antik iránt is érdeklődött, még mindig, és egyebek között két ritka értékes, növényekkel foglalkozó kéziratot szerzett meg, Dioscorides művének másolatát. Egyike arab nyelvű, a növényeket is ábrázoló miniatúrákkal, pontos dátummal ellátva, mely megfelel 1245-nek. Konstantinápoly elhagyása előtt érdeklődni kezdett a kefalóniai borok és szőlőfajták iránt is. Az összegyűjtött adatokat level, levélben közölte Silvestri, Silvestro bon Filióli bolonyai orvos-botanikusnak. Arra a következtetésre jutott, hogy sem a kávé, sem a szőlő nem tud fejlődni csak megfelelő éghajlati viszonyok között. Ennek okából a különböző országokban különböző italokat fogyasztanak a szőlőt a magyar tokai bort dicséri. Amikor 1692-93-ban visszatért Konstantinápolyba, itt egy kis kert is állt a rendelkezésére, ahol néhány boglárkai kökörcsint fajtát termesztett belőlük. Már az eddigekből is láthatjuk, hogy Marsili figyelmét a gyakorlatban hasznos, hasznos szolgáló növények keltették föl. Tudjuk, hogy a grófi családnak nem első szülöttje volt, és ezért, mint sok más olasz nemes ifjú, önkéntesen beáll a bécsi császári hadseregbe a törökök ellen. Nem csak anyagi jogból, hanem etikai alapja is volt elhatározásának. A keresztények a hitetlen török elleni harca, melyre Bolonya városa, mint pápai állam egyik legfontosabb része, nevelte szülötteit ne felejtsük, hogy Bolonya adta 9. Incepápát, a Szent Liga nagy támogatóját, és 15. Gergelyt, aki nagy erővel harcolt többek között a magyar kalvinisták és luteránusok ellen. Marcilli 1682-ben megérkezik Bécsbe, egyféle utászként Batyáni Króf főkapitány vezette önkéntes hadba, a bolonyai gróf Enea Caprara mellett a győrvárosa védelmére vonultak fel, és azt a feladatot kapta, hogy a Duna vonalát védje. Az általa mindig rebellisnek hívott tököli vezetésével felkelő magyarokat nem értette, sőt elítélte a Pax Romana szellemében, mivel annak minden ároni jóságával volt meggyőződve. Ellenszenve fokozódott, mikor fogságba került győr alatt, ahol a császárhűbb magyarok öt cserben hagyták. Felha me megsebesült és rabszolgaságba került. Felhasználta ezt az időt arra, hogy a török tábor berendezését, haderő elosztását a csaták lefolytatására Egyéb harci taktikájukat, fegyvereiket, mint tanú titokban lerajzolja, lefesse növényekből nyert színes nedvek segítségével. Ezek az ismeretei aztán, mikor visszatér az osztrák szolgálatba, nagy hasznára voltak. Ekkor már, mint ezredes, azt a feladatot kapta, hogy erő, erődítményeket tervezzen. A sáncok megszilárdítására gyorsan fejlődő, terjedelmes gyökérzettel rendelkező tarasztbúzát is alkalmazott. Másik fontos feladata az volt, hogy nyissan utat a mocsarakkal teli útvonalon egészen Karlócáig. A Marsilié fő feladata ekkor a rábízott hadsereg táplálása, a legolcsóbb és leggyorsabb módon való szállítása, valamint a sebesültek ellátása volt. A növények tanulmányozása így egy eszköz volt, amelyel teljes akarta tenni szolgálatát, annak érdekében, hogy császárának a lehető legkörültekintőbb információkat biztosítsa a Habsburgok érdekeinek megfelelően. Ehhez egyrészt a növényekben is talált segítséget, másrészt a folyóban. Duna monográfiájában mind egységet vette figyelemben, mint hallottuk, a folyó, a növényzet, állatvilág, talaj, domborzati viszonyok, éghajlat és további elemek kapcsolatát. Az emberi tevékenységet és annak hatását se vonta ki ebből az egységből. Ezzel egy nagyon fontos idejét megelőző látásmódhoz jutott, amelyel a táj miben létét ismerte fel, amit mai kifejezéssel ökoszisztémiának hívunk, amelyen a, nek egyik fő alkotóeleme az ember átalakító tevékenysége. A Duna mentén kiterjedtek a mocsarak, mert a már 150 éve tartó török uralom és ellene folyó következtében kipusztult a lakosság, vagy elmenekült, elhagyta a földművelési rendszeres tevékenységet, mert igyekezett szabályozni belvizeket és árvizeket. Ugyanakkor a potenciális természetes vegetáció is zavartanul visszatért, teljesen megváltoztatva a kultúrkörnyezetet megfigyeléseikhez mérőeszközöket, mikroszkópot használt, rajzokat készített. A földrajz és környezeti szempontból igen változatos helyekről begyűjtött, növény, begyűjtött növényeket, 563 növénynév alatt, csak egy táblázat formájában tudta közölni, és ezt is alfabetikus sorrendben. Ezzel nagyon sok nagyon fontos információt elveszített, mert az egy időben egy helyről begyűjtött növényeknek az egységét megbontotta. Ezek a növények többségükben akkoriban és abban a szituációban hasznosnak számító etnobotanikai tulajdonsággal rendelkeztek. Marcilli nem szándékozott lejegyezni a területen talált összes növényt, és mm, Elküld, lerajzoltatta, és elküldte Bolonyába Lélió Triumfetti botanikai professzornak, hogy adja meg a tudományos nevüket. A húsz évvel később kiadott Duda monográfiában nem kerültek be ezek a rajzok, ott maradtak Bolonyai Múzeumában kéziratai között, ahol találunk további információban gazdag kiadatlan anyagot. Marsilli kételje és ellenszenve Bizonyos fokig a, a protestáns magyarokkal szemben nem engedte meg, hogy segítségül helybeli, tehát magyar füveseket, orvosokat keressen, se a jelenből, se a múltból. Pedig példát is láthatott volna. Egyik volt Pietro Andrea Mattioli, a híres szienai orvos-botanikus, aki Ferdinánd Főherceg mellett eljutott Magyarországra és leírt magyar növényeket de sokkal fontosabb volt az német alfoldi Karolusz Klúziusz orvosbotanikus, aki, mint Batyán Boldizsár vendége, Magyarország Pannonia részéről könyveket is publikált, magyar nevekkel együtt. Bár Klúziusnak ez a műve nem volt meg Marcilli könyvtárában, mégse Klúziusz, hanem taná... tanárai keltették fel figyelmét a gombákra, a magyar növénynevek szinte teljes hiányát Marszili írásaiban annak is tulajdoníthatjuk, hogy a törökök által megölt vagy elűzött magyar lakosság után az elhagyott területeket bevándorlók az iszlám együttélést jobban tűrő népcsoportok népesítették be, különösen szerbek és bosnyákok. Talán az egyetlen kivétel a magyarban is használt szláv eredetű galambica, gomban Marszili részéről. A gombákra vonatkozó megfigyeléseivel, főleg a Nova Fungorum kollekció című kéziratában találkozunk, de ez is kiadatlan maradt. És ebben már találunk nem csak taplógombákat, hanem zuzmókat is, és mohákat is. Ebben a ez az. A gombákat, formájukat, anatómiájuk és származási környezetük alapján osztályozta. Ez a módszere bizonyos eredetiséget mutat. Összesen 155 különböző fajt írt le. Marsilli mikológiai megfigyeléseinek egy részét a Dissertatio de Generazione Fungorum című mikológiai munkájába publikálta 1714-ben, közönhetően Lancizi tudós, tudós orvossal folytatott kutatásával. Marsili ebben a gombákat most már a szubsztrátumra vonatkoztatva osztotta fel, hogy az szerint, hogy talajon vagy fajanyagon élnek. A szarvas gombákkal is részletesen foglalkozott. Látjuk, hogy a, egy lombikban még gombákat is tudott, tenyészteni, mikroszkóppal végzett megfigyelései alapján meglátja a hífákat itt lent, de nem ismeri fel a spórákat, ezért határozottan elveti a gombák magról történő szaporodását, elfogadva az arisztoteleszi spontán generáció elméletét. A mohákról és zuzmókról nem csak rajzokat készített, hanem az élő példányokból szárított herbáriumot állított össze. Marsili megjegyzi néhány fán élő gombafaj parazita jellegét, különösen a taprogombákét. Érdeklődése a fanyagon fa élő gombáktól analógiából a fagyöngyre irányult. És ezt is leírja egy kiadatlan kéziratban. Sőt, térképeket is készít, ahol a növényeknek és a gombáknak az előfordulását is pontosan jelzi. Marsilje, a Brezaki, a francia csapatok tett kapitulációja, és ennek következtében lefokozzák, kegyvesztésre kerül birtokvesztésre, és ez eltávolított a Habsburg birodalomtól, és teljes irányváltoztást hozott életében. Útja Párizsba, Hollandiába, Angliába, Svájcba, Dél-Franciaországba viszi, akadémikussá válik Angliában és Franciaországban. A botanikában is új témákra tér, egyike ennek a témának, új témának az úszószigetek, amit a Gardatóban végez el. Mint láttuk, a gombák eredetét kísérletei alapján, de téves következtetéssel a spontán generációval magyarázza. Nem volt ez egyetlen tévedése. Nem tudott ellenállni, utolsó lap, nem tudott ellenállni a Aurum vegek Tábile Magyarországhoz kötött legendájának sem. Másik tévedése az volt, hogy a tengeri rózsákat növényeknek hitte. A marsillit ábrázoló szobrokon, ahol a tudós katona polihisztor érdeklődését, aktivitását ábrázolják, a babérkoszorunk kívül nincsenek növények, míg számos állat is jelen van, köztük a tengeri korálok. Itt látjuk a két sarokban. Botani munkái, tehát túlnyomó rész kéziratban maradtak. Még amit is, aki ismert, elismerte, és ezért a francia, vagyis a firencei Pietro Antonio Micheli a gombák spórájának, spórákkal szap, való szaporodását tisztázó tudós, a Marsilia nemzetség névvel tisztelte meg, amit a híres Linné megőrzött, már quadrifolia formában, aminek magyar neve most is érvényes, már Páfrány. Köszönöm szépen!